Sziasztok! Amerikában élek. De valójában hol dolgozok és pontosan mit csinálok? Ezt kérdeztétek már sokszor, és ebben a videóban ezt meg is mutatom, és el is magyarázom. Most per pillanat két külön helyen dolgozok, az egyik a Whole Foods Market, a másik a Woodcraft. A Whole Foods Market lefordítva teljes ételmarket. Ez egy egészséges és etikus fogyasztás centrikus élelmiszerbolt, ahol nagyjából mindent meg lehet kapni, úgy mint egy másik élelmiszerboltban, csak elvileg magasabb minőségben, és ezzel egyszerre drágábban is persze. Itt dolgozok hetente 4 napot. A másik hely, ahol dolgozok, a Woodcraft, ott 1 napot szoktam dolgozni hetente, és ott ilyen fabarkácsoláshoz és finom famunkához lehet felszerelést és szerszámokat venni. A Whole Foods Marketben keresek 17 dollár 20 centet óránként, a Woodcraftben keresek 10 dollárt óránként. A Whole Foods Marketben 20%-os diszkonttal tudok megvenni elvileg mindent. A Woodcraftben hetente 1 napos munkahelyemen keresek 10 dollárt óránként. Nyilván ez sokkal alacsonyabb, mint a 17-20, de én a dolgozó diszkont miatt kezdtem el ott dolgozni, amúgy is csak 1 napot dolgozok ott hetente. Amikor elkezdtem ott dolgozni, akkor engem nagyon érdekelt a fa barkácsolás, fa munkálás, fa faragás, csapolás, japán csapolás főleg. Ezért kezdtem el ott dolgozni, hogy a szerszámokat olcsóbban tudjam beszerezni, meg egy kicsikét tapasztalatot is gyűjtsek, olyan elmékkel lépek kapcsolatba. A diszkont következő módon jó. Mint dolgozó, akármit vehetek, és a beszerzési ár plusz 5%-át fogom fizetni. Ami ennél a boltnál úgy jön ki, hogy a nagy gépeket kivéve, óriási fűrészasztalokat kivéve, vagy hogy mondják ezeket, ezeken kívül én kézi szerszámokat, faanyagot, meg elég sok mást is, van, hogy fele annyiért veszem meg, vagy harmada annyiért, de néha még negyede annyiért is sikerül megvennem. Például a japán fűrészeket általában harmada vagy negyede annyiért szoktam tudni megvenni. Most mérjünk bele abba, hogy pontosan mit is csinálok második műszakba a Whole Foods-nál. Törlök, tisztítok, fényezek, söprök, szemetet cserélek, mosdó minden részét fertőtlenítem és tisztában tartom. A padlót kosz és csúszásmentesen tartom, hogy biztonságos legyen, ne csúszson el senki. De ezt mind könnyebb felfogni, ha ti magatok látjátok, hogy pontosan hogyan zajlik egy napom összesűrítve, megtapasztalhatjátok úgy, mint én. Na, most jövök be dolgozni. Good, how are you? Amikor először megérkezek, akkor általában így hátra szoktam menni ehhez a sarok részhez, ahol a takarítónak a felszerelései vannak, vegyszerektől kezdve a kukazacskóig, kesztyűkig, rongyok, mindenféle.
Most éppen a menedzser megkért engem a walkie-talkin keresztül, én is hordozok egyet magammal, így kommunikálunk egymással a bolton belül, megkért, hogy gyűjtsem össze és toljam be a bevásárló kocsikat kintről, a parkolóból. Manager, yeah, she's right there in the white. She just passed the corner near the Amazon return thing. Absolutely, go right ahead. It's gonna be hard to pull it through there, but go ahead. There you go. Perfect. Thanks so much. You're welcome. You're welcome. Nagyjából így működik.
Go ahead. Actually, I think that's waxy. Isn't that waxy? No, these ones aren't. Oh, okay. We've got the, shoot, there's one box that's like a white color, but that one, that's the only one I'm really aware of, but... Okay. Sure, thank you. Cool, thanks. Most mivel észrevettem, hogy a pakundekli préselőgép már eléggé tele van, így muszáj csinálnom egy pakundekli bálát, ezt úgy csinálom, hogy lepréselem először a pakundekliket, aztán összefogatva zsinorral összekötöm az egészet, és ez majd ki lesz lökve a pakundekli préselőgép által, és ez majd el lesz szállítva innen ebből a boltból egészen a Whole Foods-nak a raktárába, ahol tovább küldik, gondolom újra hasznosítják, vagy valami ilyesmit csinálnak vele. Pretty much ready. Just a moment. No, actually it needs to stay on the other side. Azt tudni kell a Whole Foods-ról, hogy van neki egy eléggé erős kultusza. Mindig is volt egy vonzó ereje, ami bevonzotta az ambiciós embereket. Bevonzotta a magasra célzó embereket. És akik a Whole Foods-nál elkezdtek dolgozni, azok közül vagy mindig valami magasabb pozícióba emelkedett menedzser, vagy supervisor, vagy csapatvezető, vagy akár boltvezető lett, vagy pedig ideiglenesen dolgoztak ott, mert közben éppen egyetemre jártak, és amit végeztek az egyetemmel, utána ott hagyták a Whole Foods-ot, és elkezdtek dolgozni a szakmájukban. Nem mesélni, hogy amikor először elkezdtem én dolgozni a Whole Foods-ban 2013-ban, akkor kicsikét azért más volt a kultúra. Most már monotonabb lett, most már kicsikét minden automatizáltabb lett, önkiszolgáló pénztár részek vannak, persze ez sok helyen van a világon, de én azt akarom itt mondani, hogy saját külön kis kultúrája volt egy buborékban a Whole Foods-nak, és az emberek tudták, hogy ha oda mennek, akkor nem csak, hogy magas minőségű étkezési összetevőkből kaphatnak, egyszerre magas minőségű szervizt fognak kapni, mert úgy fognak bánni velük a csapattagok, a dolgozók, extra kedvesek lesznek, mert a dolgozók is rendesen meg vannak fizetve, a juttatások nagyon jók,
nagyon jó és majdnem, hogy ilyen magasabb szintű helynek minősült a Whole Foods, hogyha be tudtál kerülni és ott dolgozni. Na most 2013-ban én is úgy éreztem, hogyha be tudok kerülni, az nagy szerencse, és nagy szerencse is volt. Szóval a Whole Foodsnak az a régi vonzóereje hatással volt rám, és hatással volt a munkásokra, és hatással volt a vevőkre, és igazából ennek egy kultusza volt. Maintenance. Anybody? Maintenance. Híres volt a Whole Foods arról, hogy ilyen pozitívság van az atmoszférában, amikor bemész. És igazából nagyjából még mindig az van a többi élelmiszerbolthoz képest, de régebben még erősebb volt ennél. És ilyen az egész atmoszféra pozitivitást lehelt belém is, és inspiráló volt ott dolgozni, inspiráló volt abban a légkörben mozogni. És igazából ez segített nekem és másoknak is a stressz redukálásában, vagy a akármilyen fajta mennyiségű depresszió, ami az emberekben természetesen tud létezni, vagy fel tud lépni, ha esetleg küszködik dolgokkal, küszköd az élettel, akkor az ilyen hely majdnem, hogy egy kicsikét ilyen terápia tud lenni. Persze nem végső terápia, nem old meg mindent, de akkor is jó hatással volt az emberre. És igazából azt tudni kell még a Whole Foodsról, hogy mindig is ismert volt arról, hogy hipsterek, illetve sokak úgy mondják, hogy hippik dolgoznak ott. Ebben annyi igazság van, hogy igen, hippi félék, mert tudatmódosító szereket nagyon sokan kipróbálnak, akik ott dolgoznak. Igen, a menedzserek is, igen, a boltok főnökei is, igen, annál magasabb rangú céges tagok is. Szóval a Whole Foods ismert arról, hogy például a füvet szívnak nagyon sokan, és én nem vagyok meglepődve, és szerintem ti sem lesztek, hogy nem csinálnak drogtesztet, amikor először elkezdesz a Whole Foodsnál. És ez az szerintem azért van, mert ha csinálnának drogtesztet mindenkinek, akkor az egész cégnek legalább az 50%-át ki kéne rugni. De erről szerintem van egy kis tanulság, és ez egy olyan téma, amit tudom, hogy Magyarországon talán kevésbé fogadnak el, bár lehet, hogy már Magyarország is kicsit kezdi utolérni ezt a felfedezést az ilyen anyagokról, az ilyen természetes anyagokról, most nem ilyen durva dolgok, mint heroin, meg kokain, meg ezekről van szó, hanem mint a fű, meg a varázsgóma, meg ezek, hogy ezek a természetből származnak. És azt fogja az ember észrevenni, hogyha a Whole Foodsban dolgozik, hogy sokkal-sokkal nyitottabbak az ilyen dolgok felé. És azt is észre fogja venni az ember, hogy a Whole Foodsban dolgozók legtöbbik ezeket kipróbálta, és meglepően, vagy szerintem nem meglepően, nem lettek lusták, nem lettek bolondok, nem lettek hülyék, nem lettek gengszterek sem. Egyszerűen csak tágult a tudatuk, a kedvességük vagy megmaradt, vagy felerősödött, még kedvesebbek, és együttérzőbbek, empátikusabbak lettek, és az ambíciójuk nem csökkent. Ez egy olyan kép, ami régen erősebben létezett a Whole Foods atmoszférájában, és még most is valamennyire létezik, de kicsikét már le van ez gyengülve, mert a Whole Foodsot megvette az Amazon, a Whole Foods elipariasodott azóta, egyre jobban automatizálva van minden, kezdenek befogadni olyan embereket is, akik csak dolgozni akarnak a pénzért, mondjuk. Ez nem volt soha probléma a Whole Foods menedzserek szemében, hogyha valaki csak pénzt akar szerezni, de azért szükséges volt az, hogy egyfajta empátia és ambíció legyen az emberben. Most már azért befogadnak, szóval tágították azt a szűkebb, lyukú szűrőt, amin keresztül be tudtak esni a munkások. És ez miatt a Whole Foods már nem feltétlenül az a kultuszos atmoszférájú hely, ami régebben volt, de azért még mindig van vonzása. De más ilyen bolt és cég is van már Amerikában, a Fresh Time, Fresh Market, Trader Joe's, meg ilyenek.
Most jöttem el az ebédszünetemre, ami fél órás, nincs fizetve, ki kellett klokkolnom hozzá. Ezen kívül van egy műszakban még 2-15 perces fizetett szünet. A munkahelyi juttatásokba beletartozhat az egészségügyi biztosítás, fogászati biztosítás, nyugdíj, amihez a Whole Foods cége hozzáad, egyszerre automatikusan levonhatja és hozzáadhat a fizetésünkből, de ezeket a dolgozó úgy állítja be, ahogy akarja. Nagyon jó helyen van itt igazából, mert kreatív elmének érzem magam, és ha gondolkodnom kell projekteken, vagy kitalálni valami jó ötletet, vagy csak filozgatni iránytalanul, akkor csak csinálhatom csöndben a munkámat, miközben mindenki békén hagy, és a fejemben kalandozok, alkotok, gondolkodok, filozok, tervezek, etc. Szóval szabad az elmém a munkahelyen. És ezt a pozíciót semmiképpen sem adnám föl. Nem érdekel, milyen menedzseri lehetőség van, nem érdekel, mennyivel többet fizetnének, így is szép mennyiséget tudok megtakarítani a hó végén. Segít az, hogy anyámmal élek. Várjunk csak, hogy ne legyen félreértés. Anyám házában lakok, és fizetek, mint bérlő. Annyit még elmondok, hogy összesen a Whole Foodsból és a Woodcraftből egyszerre havonta $1,600 keresek. Nem fogom magamat lábon lőni ilyen előléptetésekkel. Nincs erre szükségem, hogy elismerjék, hogy ő egy menedzser. Nem. Vannak saját terveim a jövőmmel szemben, munkán kívül, szabadidőmben, ahol igazából próbálom a jövőmet és a szenvedélyem szerint valami karriert építeni, kialakítani. Ha menedzser lennék ott, vagy valami ilyesmi nagyobb pozíció, akkor elég sok energiát elvenne ez. Na, én ezt nem akarom. És szerencsére igen, megadatik, hogy nem muszáj több pénzt keresnem. Így is tudok pénzt félrerakni. Na most én per pillanat az $1,600 havi keresetemből félre tudok rakni körülbelül olyan $400-500, ha jól gazdálkodok a pénzemmel, és konzervatívan költök, már úgy szoktam, nagyon odafigyelek, mit veszek, és ez egy igazából eléggé külföldi vonás. Úgy értem, hogy amerikaiakhoz képest külföldi, mert ha a magyar ember a magyarországi gazdaság nehézségei és akadályaival birkózó életmódból jön ide, olyan, mintha a Superman, akinek az a mítosza, hogy a gyengébb sugárzású naprendszerük miatt a testük energiatakarékosabban kellett, hogy felszívja a napfényből az energiát, ezért amikor idejött Superman a Földre, akkor a mi naprendszerünk erősebb sugárzásából sokkal, de sokkal erősebbé tudott válni a teste, mert a nehezebb helyzethez van hozzászok a Superman biológiája és sejtjei a Krypton bolygóról. Ezért a Földön szuperhőssé válik, az a Földön szuperemberré válik ebben a naprendszerben. Szóval ez egy ilyen hasonlat, amin keresztül néha szoktam nézni Magyarországot úgy, mint Kryptont, és Amerikát úgy, mint a Földet. Egyszerűen a külföldi a nehezebb körülmények miatt, hogyha idejön, az itteni könnyebb körülmények között úgy érzi, hogy szuper pénzkeresési képessége van és megélhetési képessége. Mert egyszerűen hozzá vannak szökve a nehezebb, magasabb nyomású gazdasági akadályokhoz. De ez csak egy ilyen filozofikus kis hasonlat, ami így kialakult a fejembe. Szeretek néha így megfesteni, vagy kiszínezni dolgokat koncepciókkal. Na hát ennyit a Whole Foods munkahelyemről, az én pozíciómról. Most pedig mi jegyünk bele abba, hogy mit csinálok a Woodcraft-ben. Eladóként a kasszánál is kell dolgoznom, vevőknek kell segítenem, megtalálni termékeket, vagy válaszolni bizonyos kérdésekre. Ha nem tudom a kérdésekre választ, akkor elhárítom őket, és oda vezetem a másik ott dolgozó munkáshoz, aki esetleg egy másik fa munkáláson belüli témához jobban ért, mint én. De igazából ez egy eléggé nyugis hely. Nagyon ritka az, hogy el vagyunk árasztva boltban vevőkkel, vagy hogy a műszak alatt, az egész műszak ki lenne töltve tennivalóval és kemény munkával. Ritka az ilyen ezen a helyen. Vannak persze felgyorsult percek, meg órák, de itt is igazából eléggé szabad tudok lenni, legalább mentálisan, de általában fizikailag is sétálgathatok a bolton belül, amikor nincs tennivaló.
de szerintem ez a relatíve 10 dolláros alacsony fizetéssel össze is illik. És tudom, a 10 dollár talán nem számít alacsonynak Magyarországon, de itt Amerikában ez alacsonynak számít a mostani standardek szerint. Ezzel rárajzolni a fa helyett inkább egy picike menetet vág a fába az ember, és azzal már könnyebb elkezdeni a vésést. Shinwa egy jó kis japán márka. Hey, how you doing today? Pretty good, yourself? All good. Mindenféle csiszolókövek. Vérfa. Ezzel a
forgácsot, meg a faport lehet eltávolítani, az ilyen csöveknek ilyen összekapcsolói részei. Gyalú. Nagyon éles penge. Ezen az asztalon a vevők kipróbálhatják. Itt van, amit úgy hívnak, hogy műhely, illetve osztály, mert itt osztályokat is tartanak, és ki tartja az osztályokat? Az itt dolgozók. Én is tarthatnék osztályt, ha lenne akkor a hozzáértésem a famunkáláshoz. Azért valamennyit tudok, de én nem érzem úgy, hogy annyit tudnék, hogy fizetni lehessen érte, hogy pénzt érhessen. Szóval nem csak a diszkont jó abban, hogy itt dolgozok, de ingyen használhatom akármelyik gépet, kézi szerszámot, minden, ami itt van bent, használhatom. Kivéve, hogyha mondjuk valaki itt hagyta a személyes szerszámos ládáját, akkor nyilván nem nyúkálok bele. De lényeg az, hogy itt minden gépet használhatok ingyen, a saját projektjeimhez is. Ezzel szoktuk a vevőknek vágni le a darabokat a lécekből. Viszont szóbeszéd terjedt itt dolgozók között, hogy a nagyfőnök, aki a boltnak a menedzsere, hogy ő nem igazán tartja karban ezeket a gépeket. Szóval, hogyha valami gond van velük, nem mindig javítja meg. És nem nagyon... Szóval kicsikét elhanyagolja, kicsikét igénytelenül hagyja a gépeket, és ezért például egyik Angliából származó munkatársam mondta, hogy nem is hajlandó használni például ezt az asztali fűrészt, nem tudom, hogy asztali fűrésznek hívják-e, vagy minek, de ezt nem akarja például használni, mert azt mondja, hogy nem gondolja, hogy biztonságos. Nem emlékszem már, hogy mit mondott, de elvileg hiányzik belőle valami darab. De mindegy, szerintem tök jó dolog ez, hogy akármit használhatok itt. Bevallom, nagyon ritka, hogy használok. Mostanában eltávolodtam ettől a famunkálástól, csak mert elkezdtem jobban odafigyelni a YouTube-ra, nyilván, hát látjátok. Érdekességképpen csak említem, vannak itt ilyen fák is, Suriname Ironwood, szóval vasfa, Suriname vasfa, nem tudom magyarul, hogy mondanánk ezt, viszont ez a világ egyik legkeményebb fája. Na ez már hallatszik. Van még egy darab ugyanebből. Be van vonva viasszal. Hogy megvédje a felületet, az anyagot, mi minőségét megtartsa. Ez meg olivafa. Nem is olvastam el, csak tudom, mert hozzászoktam. Ebben a boltban nagyon sok tipikus, régi módi, fehér, idősebb férfi szokott jönni. Átlagban legtöbbször ilyenfajta embereket látok ide bejönni és vásárolni. Kulturailag elég sokan hasonlítanak egymásra, akik bejönnek, vevők. Általában legtöbbjük szerintem politikailag jobboldali irányba hajlanak. Nem jelent ez semmit, csak mondom, statisztikailag. Nagyon sok ember, aki bejön ide, vagy hobbiból jön fával munkálkodni, mert valami vagy stresszes, vagy nagyon eszmefutatásos, agyat igénylő munkája van, és ez nyugodtabb, kézzel dolgozó, tapintásos, fizikai
hobbi tud lenni. Van, aki ezzel foglalkozik, akinek ez a szakmája, akik precízen alkotnak műveket, fából, asztalokat, szekrényeket, mindenfélét. Van, aki farag. Ismeritek a Bosch márkát, sőt biztos ismeritek, mert tudom, hogy Magyarországon ez van. Na, amikor említettem, hogy stresszes meló mellett az emberek szeretnek fát faragni, vagy fával dolgozni. Tökéletes példa erre, most például pont ma, aki bejött ide, ez egy szvatos volt. Nem szvat ruhába jött be, de látszott rajta, hogy nemrég vette le a szvatos ruháját, mert az öve még mindig szvatos volt, meg az oldalán ott volt egy marha nagy pisztoly. Ami engem nem zavart, de érdekes volt látnom, és bevallom, azért nézegettem, mert igazából fel akartam nektek venni videóra ezt. Már mint őt, ahogy kinéz. Amúgy meg szimpatikus volt, rendes volt, nagyon fit volt, nagyon jó erőben volt, látszott rajta. Szerintem, nem tudom, 35 éves lehet, talán. Ahogy elmentem mellette, így néztem a pisztolyát, mekkora már, meg minden. Amikor felnéztem rá, és láttam, hogy ő látta, hogy én a pisztolyát néztem egy pillanatra, akkor tök kedvesen köszönt, hogy előzze ezt a tartást, vagy kicsike feszültséget, ami esetleg az ő fejébe, általam az én fejembe keletkezhetett volna. Szóval, ja, rendes volt, hogy így ilyen próbálta így szimpatikussá és normálisá tenni ezt a helyzetet. És azt mondta, hogy igazából régebben fával dolgozgatott így hobbiként, de aztán abba hagyta, mostanában újra el akarja kezdeni. Ja, kedves voltam, hogy de durva volt, szvatos bejött. A pólóján ott volt egy Cincinnati szvat. Cincinnati ez a város, aminek a szélén én élek. Szóval ezeken a helyeken dolgozok. Lesznek még videók más munkásokkal is, mindenféle iparban. Megpróbálok hozzáférést nyerni emberekhez, megmutatni, mit csinálnak, mennyit keresnek, mindenféle info, amit csak tudok összegyűjtök, és megmutatok nektek. Hogyha lenne kérésetek és kérdésetek ilyen munkásokkal kapcsolatban, milyen munkással, milyen iparban, milyen kérdéseket tegyek föl, mire vagytok kíváncsiak, nyugodtan a komment szekcióban írjátok, mint ahogy mindig, mindent lehet kérdezni a komment szekcióban, nincsen tabu, nincs rossz kérdés. Egyelőre ennyi. Until next time, my friends. Sziasztok!